Bár az Aradon kivégzett tisztek száma 16, a nemzeti emlékezet elsősorban az 1849. október 6-án kivégzett 13 honvédet nevezi így, gyakran használva a 13 aradi vértanú, illetve az aradi 13-ak elnevezést is. Európa színpadán mi is játszottunk, s miánk nem volt a legkisebb szerep. Úgy rettegé a föld kirántott kardunk, mint a villámot éjjel a gyerek. 1849. januárjában az Európában átzogó forradalmak már mind elültek, egyedül a magyar tartotta magát, és még hátra voltak diadalai, mielőtt ő is elcsendesült. Petőfi szinte az utolsó percig nem adta fel a reményt, és a legkilátástalanabb helyzetben sem szűnt meg költeményeivel bizakodást önteni a honvédekbe és a nemzetbe. Mindegyik aradi vértanú a szabadságharc kezdetén aktív vagy kilépett császári tiszt volt. A szabadságharc végén a honvédseregben közülük egy altábornagyi, 11 vezérőrnagyi és egy tábornoki rangot viselt. Ugyanezen a napon Pesten végezték ki az első felelős magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost. A világosi fegyverletétel után sötétbe borult Magyarország, akit bűnösnek tartottak, Hajnaú legyilkoltotta, a börtönök megteltek. A tiszteket lefokozták, és közlegényként az osztrák hadseregbe sorozták be. Megalázó beosztásukban éveket töltöttek. 1849. szeptember végén összeült a hadi törvényszék, ahol a 13 tábornok ügyét tárgyalták, ahol a vádlottakat felségsértés címén halálra ítélték. A magyar sereg világosnál tette le a fegyvert az orosz csapatoknak. Ez nagy sértés volt a császári oldal számára, ugyanis ha nekik adták volna meg magukat a magyarok, akkor azt üzenték volna, hogy az ellenük vívott szabadságharc elbukott. Így azonban az volt az üzenet, hogy a két nagyhatalom fegyveres erőivel szemben nem lehet tovább folytatni a harcot. Barátom, hogy dolgok, amelyek az embernek dicsőség mezején oszlopot emelnek, s melyekért, vár míg élsz, sokan nem kedvelnek, a jók sírodban is áldanak, tisztelnek. Az aradi várban különleges intézkedésekkel készítették elő a kivégzést. 1300 katonát láttak el éles töltéssel, éjjel kettőzöttől csapatok jártak fel és alá. Gyalogmenetben kísérték a tábornokokat a kivégzés helyére. 4 tábornokot fűbelövéseit éltek, 9-et pedig a kasztófa általi halálra.